Kedves testvérek, a mai evangéliumban hát kicsit talán nehezebb érteni, hogy az Isten mit akar mondani nekünk. A példabeszéd szerintem mindnyájunk számára nagyon is ismert, kicsit értenünk kell, bár gondolom, hogy hallottuk már, meg ismerjük egy kicsit az ószövetségi hátterét ennek, ugyanis az ószövetségben a gazdagság mindig az Isten ajándéka volt, mindig az ő áldása. Viszont az is benne van az Ószövetségben, törvényben, hogy ugye gondoskodni kell a szegényekről, és mégis kialakult az, amit láttunk az első olvasmányban is, meg az evangéliumban is, hogy a gazdagok sokszor, illetve a vezetők, az ország vezetői gyakran maguknak tulajdonították ezt a sikert, és nem foglalkoztak a másik emberrel, illetve a kötelességükkel, hogy segítsék a rászorulókat. Ugyanakkor az is megjelenik már az Ószövetségben, hogy a szegénység önmagában nem jelenti azt, hogy igaz az ember. És van egy ilyen háttér. Erre Krisztus látjuk, hogy sokszor erősen beszél a gazdagság ellen. Nem a gazdagságot húzza le egyébként, hanem azt a mentalitást, amiben sokszor beleestek az emberek. És akkor, ha így nézzük ezt az olvasmányt, mondjuk megnézzük az első olvasmányt, először azt látjuk, hogy itt Ámosz prófétánál, jaj a gondtalanul élőknek Sionban, és megy tovább, de a végén tér ki arra, hogy mi az igazi probléma. Azt mondja, hogy József végzete miatt bizony nem bánkodnak. Nem arról van szó, hogy probléma, hogy sok mindenük van. És azt is látjuk, hogy ennek rögtön van egy következménye, nem rögtön, de már előre vetíti, hogy ezért lám, most a száműzöttek élén mennek a fogságba, és véget ér a henyélők tobzódása. És hogyha ezzel vetjük össze az evangéliumot, egy kicsit talán jobban látjuk, hogy Krisztus mire utal. Ugyanis az evangéliumban beszél erről a gazdagról, és nagyon érdekes, hogy nem mond nevet. Nem tudjuk, hogy ez a gazdag ki volt. Viszont ennek a Lázárnak azt mondja, hogy, illetve ennek a koldusnak az volt a neve, hogy Lázár, aminek a jelentése az Isten segít, Isten megsegít. Ami nem véletlen, tudjuk, hogy az Ószövetségben a nevek nagyon fontosak, nem véletlenül adják, vagy nevezik meg a személyeket. És azt látjuk, és ez nagyon fontos mindnyájunk számára, hogy ez az életünk és az örök életünk kapcsolatban van egymással. Igaz, hogy a halálban egy komoly változás történik, és majd lesz a feltámadás, de mégis ez az életünk igenis kapcsolatban van az örök élete. Sőt, keresztényként már itt elkezdődik az örök életünk. És ahogy mi döntünk, ahogy mi élünk, ahogy mi foglalkozunk ezzel a kincsel, amit kaptunk az Istentől a keresztségben, az hatással van az örök életünkre. Látjuk itt a gazdag embert, hogy bezárkózott. Ugye, mindenem megvolt, ez az öltözik bíborba, patyolatba öltözködött, úgy öltözködött, mint egy király, senki nem létezett a számára. A szegény ember nem érdekelte senki, teljesen egyedül maradt az életében, biztos voltak körülötte, de pont az ő hozzáállása miatt ugye nem foglalkozott az Istennel, az látszik abból, hogy nem tette meg azt, ami a kötelessége lett volna, nem foglalkozott a másik emberrel, és ez folytatódik az örök életében. Ott az örök életben már nincs ilyen, ugye van egy szakadék, nem lehet átmenni egyik helyről a másikra. És fontos, hogy ezt már itt meg lehet egyébként kóstolni mind a kettőt. Itt van ez a Lázár ezzel szemben, aki látjuk, hogy volt egy bizalma, nem nagyon tudjuk, hogy milyen volt az élete, azt tudjuk, hogy a neve azt jelenti, hogy Isten megsegít. Élte így az életét, és utána ez folytatódott az örök életben, bár egy teljesen más formában. Ott pedig van ez a szakadék már.